A Teveli óvoda előtti téren számos műsorra készültek a szervezők. A töltött káposztát, Székely nevén galuskát pedig zsűri kóstolta meg és értékelte a közel 14 beküldött ételt. Megnézzük először is a külalakot, utána az ízvilágot, és annak az összpontosítására nagyon-nagyon nehéz döntések előtt állunk, mert mindegyik nagyon-nagyon finom. És van egy külön kategóriásunk, ami kukoricalisztből, kukoricadarából készült. Az egy ilyen nagyon hagyományos töltött káposzta. Fazekas Attila, a községpolgármester is részt vett az eseményen. Szokásosan kezdődött egy szabadtéri misével, a misét követően kenyérszenteléssel, ami augusztus 20-án nálunk elmaradt, és azt követően vannak nekünk a nemzetiségi táblák, amiket megkoszorúztunk, azt követően pedig egy vitézi emlékműavatás történt itt velem. És hát ugye, mivel Galuska Fesztiválról van szó, déltől egyig le lehetett adni a mindenki szájíze által töltött galuskákat, töltött káposztákat, aki mondjuk nem tudja. A hagyományőrző programok mellett a fesztiválon számos egyéb élmény is várta a látogatókat. Hát általában van itt gyermekprogramtól kezdve hagyományőrző programokig bezárólag, de amit kiemelnék az egész közül, legfontosabb az, hogy mi nem szoktunk már az elmúlt 5 évben különböző sztárvendégeket meghívni, nem csak az anyagiak miatt, hanem azt tartom, hogy ez a hagyományőrző fesztivál, ez legyen konkrétan a tevelieké, illetve a tevelhez kötődő embereké, és vagy környékbeli, nevesebb előadókat, zenekarokat, vagy pedig egy kicsit visszanyúlunk, mint jelen pillanatban, ami a revans zenekarról szól. Ők lesznek az igazi sztárok most jelen pillanatban a Teveli Galuska Fesztiválon. Az esti hangulatról a Delfin zenekar is gondoskodott, a fesztivált pedig az utcabál zárta.